Gyenes Diás majdhogy nem kifogyhatatlan az érdekes látnivalók tárházából. Ezúttal is egy helyi érdekességet mutatunk be, méghozzá a Diási vízimalom, a Festetics fűszerkert és herbárium képében. De induljunk az elején, a malom történetével megismerkedve. Ezen a helyen, Gyenes Diáson nagy csodák történtek, azt gondolom, az elmúlt időszakban, mert hogy körülbelül 5 évvel ezelőtt kezdődtek meg a felújítási folyamatok igazából. Akkor került az önkormányzat tulajdonába ez a talabér, osvald, bújtor féle vízimalom, aminek nagyon nagy múltja van itt a településen. Valamikor ez egy virágzó, nagymúltú, jól működő, igazi vízimalom volt, amit a Malompatak, amelynek a kerekét a Malompatak hajtotta, meg ami egy nagy, hozamú, bő vízű patak volt, és hát komoly malmi élet zajlott itt a Balaton felvidéknek, egy meghatározó malma volt ez. De aztán nyilván a történelem sodrásában aztán sajnos ez úgy alakult, hogy az államosítás után már nem tudott működni ez a vízimalom, és hát romokban állt, felverte már itt a nádas, visszajött a balatoni élővilág gyakorlatilag, tehát egy borzalmas állapotban kapta meg az önkormányzat ezt az épületet, illetve ezt a területet is, és hát elkezdődött egy munka, egy gondolkodás, hogy mit lehetne ezzel az épülettel tenni. Elkezdődött a pályázati lehetőségeknek a kutatása, és itt több pályázat futott össze igazából sikeresen, nyilván nagyon-nagyon hosszú tervezés és munkák révén, hogy aztán itt most, ahol állunk, itt tényleg csoda történhetett, mert megvalósult, és meg lehet mutatni, hogy milyen volt itt valamikor a malmi élet, milyen volt itt egyáltalán a vízimalomnak az élete, és ez egy élő, sok mindent megmutató helyszín lett a mai napokra, és akik ide látogatnak hozzánk, azok én azt gondolom, hogy érzik is itt, hogy itt nagy dolog történt, hogy ezt így meg lehet mutatni, hogy valóban meg sikerült megmenteni ezt a nagyon-nagyon régi épületet. Az 1551-es krónikák, amiket felkutattak itt a háttérben, említettek már akkor, az akkori malom tulajdonosoknak volt fűszerkertje, voltak itt gyógynövények, tehát tényleg használhatták a gyógynövényeket, a fűszernövényeket. Így kerültem én igazából ide, hogy először körülbelül 5 évvel ezelőtt jöttem le, és hát körbejártuk itt a területet, hogy mit lehetne ebből kihozni, és hát őszintén én bevallom, hogy én akkor azt mondtam, és azóta nagyon sokaknak elmeséltem, hogy tényleg azt mondtam a polgármester úrnak, hogy hát merjünk nagyot álmodni. Legyen itt ez a hely egy olyan bemutatókert, egy olyan pékmúzeum, aminek tényleg van egy lelke, ahova szeretnek jönni a látogatók, tudnak kóstolni egy igazi gyógynövényszörpöt, egy limonádét, amit mi készítettünk, és közben tudjanak itt pihenni, hallgatni a madárcsicsergést, megnézni a malompatakot, a malomkereket, és tudjanak egy kicsit kiszakadni ebből az őrületesen gyors világból, amiben élünk, és tudjanak egy kicsit elpihenni itt ebben a kis oázisban, gyógynövényekkel, vízzel, malommal elcsendesedve. A malomépület mellett egy úgynevezett gyógyító óriás is helyet kapott, amely egy ember alakot formáló, félmagas ágyásban található gyógynövénykertet jelent. Azért különleges is egy nagyon-nagyon érdekes helyszín ez, mert hogy úgy kerültek a gyógynövények beültetésre, amelyik szervre éppen hatnak. Hogyha itt állunk a fejnél, akkor itt az idegrendszerre ható, nyugtató hatású gyógynövényeket tudjuk például megmutatni. Van itt nekünk levendulánk, citromfűvünk, ezek nyugtató hatású gyógynövények, vagy éppen a kis kakukkfű, ami most virágzik, és nagyon-nagyon jó kis illata van, teljes virágzásban van. Ez
ugye itt a köhögés csillapításnak, a felső légutaknak egy nagyon-nagyon jó gyógynövénye. Vagy éppen itt vagyunk, a zsályák is itt vannak, az orvosi zsályák, szintén gyulladás, fájdalomcsillapításra nagyon-nagyon jó. És hát így megyünk végig gyakorlatilag a gyógyító óriáson szervenként a gyógynövényekkel, de itt ez egy nagyon-nagyon jó kis lehetőség arra, hogy vissza tudjuk őket vezetni, meg tudjuk szólítani a családokat, egészen a piciktől kezdve a felnőttekig, megtanítjuk a gyógynövények szeretetét, az ismeretét egyáltalán ezekkel az alap gyógynövényfajokkal. Egy valódi létező, élő gyógynövényes fűszer, növényes tudást igyekszünk átadni úgy, hogy ez hozzá kapcsolódik a malom életéhez.